Sziasztok! Ebben a rövid kis filmecskében egy nagyon finom köretet fogok nektek megmutatni, ez pedig a fűszeres sült zöldségek lesz. Ez a köret egy kiváló alternatíva lesz arra nézve, hogyha szeretnél egy picit kilépni ebből a rizs, sült krumpli, krumpli püré háromszögből, és ha természetesen ezt a köretet zöldségekkel képzelted el. A köret neve, hogy fűszeres sült zöldségek. Ennél közelebbit vagy pontosabbat nem tudok adni, mind a fűszerek és a zöldségek esetében is elmondható, hogy abszolút tőled függ, hogy mi kerül bele. Amit találsz a hűtőben, a polcon, a kamrában, bármi tökéletes lesz. Ez egyfajta kombinációja a köretnek. Kerül bele burgonya, pritamin paprika is, sárgarépa és paszternák, fogunk hozzátenni vöröshagymát, az étel ízvilágát fogjuk hangolni fokhagymával, adunk hozzá egy jó adag majorannát, ami szintén eléggé dominánsan jelen lesz majd a köretünkbe, valamint hogy a színét is megdolgozzuk az ételnek, ezért piros paprikát teszünk hozzá, őrölt piros paprikát, ami természetesen meg fog jelenni az étel ízének a hátterében is, úgyhogy ezekkel fogjuk most ízesíteni ebben az esetben. Tehát fokhagyma, majoranna és piros paprika. Az ízek összefogásában segíteni fog nekünk a só, és nagyon jól áll az ételnek az őrölt fekete bors is. Hogy tényleg rövid legyen a film, ezért a zöldségeknek a pucolását nem fogom rögzíteni, úgy fogok mindjárt visszajönni, hogy ezeket megpucolom, aztán megmutatom, hogy érdemes vagy célszerű ehhez a körethez feldarabolni ezeket a zöldségeket, illetve ezt követően be fogjuk fűszerezni, ez is nagyon gyors lesz majd, és mehet is be a sütőbe. Nagyon fontos, hogy ha már sütőt említettem, már most be lehet kapcsolni a sütőt, előmelegítjük 180 fokra, az tökéletes lesz, és amire a sütő felmelegszik, addigra pont mi is készen leszünk a zöldségköretnek az előkészítésével, vagy ezeknek az elemeknek az előkészítésével, és mehet is sülni be a sütőbe. Jó, mindjárt jövök akkor, megpucolom a zöldségeket. Elkészültem a zöldségeknek a pucolásával, nagyon fontos megemlíteni a fokhagyma esetét. A fokhagymánál látható, hogy a gerezdekre szétszedtem a fokhagyma fejet, az egész fokhagyma fejet, és a gerezdeket körbevevő héjat azt meghagytam, jó? Tehát azt nem szedtem le a fokhagyma gerezdről, ezzel meg tudjuk gátolni azt, hogy leégjen vagy odaégjen a tepsinknek az aljára a fokhagyma, és így majd szépen ki lehet majd nyomni ebből a héjból a teljesen finomra megsült, megpárolódott fokhagymákat, ez így ahogy van, mehet majd bele a tepsinkbe. Elkezdtem a burgonyáknak a darabolását, célszerű az összes zöldséget hasonló méretűre vágni. Amiket én összevágottam most zöldségeket, ezek jellemzően egyszerre fognak elkészülni, ha azonos méretűre vágod. És azt hiszem, hogy a burgonyából így tökéletesen elég is lesz. És következik a hagyma. A hagyma esetében célszerű hasonlóan ilyen nagyobb cikkelyeket vágni. Én még azt is szoktam, hogy ha kisebb a hagyma, akkor a közepét külön kiveszem. Most ez elég kicsi szeletre sikült, ez így pont jó, úgyhogy mutatok egy másik esetet. Mondjuk itt kiemelem ezt a kicsi részt, hogy ezt ne vágjam el még félbe, ugyanis hogyha ezt elvágom itt félbe, akkor az már túl pici lesz és meg fog égni. Tehát mondjuk kiemelem a közepét, és a maradékot vágom félbe. Jó? Tehát így lehet meggátolni, hogy túl pici darabok legyenek. Kivesszük, és félbe vágjuk. Itt is kivesszük, és félbe vágjuk. Pritamin paprika. Nagyon fontos. Miután ez egy lapos zöldség, ezért ez célszerű legalább ilyen nagy darabokra vágni. Mehet egyébként együtt a krumplival az összes zöldséggel, tehát nem kell külön sütögetni. Egy nagyobb darabokra, bőven jó. Egy. Aztán következik a paszternák. Félbevágom. Ha egy picit régebbi a zöldség, tehát nem új zöldségről van szó, akkor az mehet egy picivel kisebbre, hogy biztosan átsüljenek. Jó, ez szerintem így ahogy van, ez jó is. Így, nagyon jó. Ha mutassak meg a répa esetében két vágási módot, az egyik az az, hogy félbevágjuk, megint félbevágjuk, és miután a kellő vastagságot így már elérte, ez így készen is van. Ez is el van készítve, nem kell tovább darabolnunk, illetve egy másik megoldás létezik, hogyha azt mondjuk, hogy mutatom úgy, hogy látszódjon,
hogy ezt szögben megvágom. Ez egy darab, ez elkészült, és utána a répát 45 fokban megfordítom, vagy elforgatom pontosabban. Megint vágok egyet. Megint elfordítom 45 fokba, megint vágok. Jó, tehát így 45 fokokért vágunk egyet, és akkor ez is lehet egy ilyen érdekes formájú kis darabka. Fokhagymák így tökéletesen készek, ezt is rádobjuk a keverékre, és jöhet a fűszerezés. Belehalmoztam az összes zöldséget a keverőedénybe, én jobban szeretem keverőedényben fűszerezni így a zöldségeket, mint a tepsin. Természetesen, hogyha nem akar sokat mosogatni, vagy nincs nagy keveredényed, akkor a tepsin is meg lehet ezt oldani, nincs ezzel semmiféle probléma, de én jobban szeretem itt ezt megvalósítani. Ahogy mondtam, én olajat fogok használni, rá is öntöm az olajat. Természetesen, ha még úgy érezzük szükségét, akkor majd még a tepsin lehet korrigálni mindenfajta fűszerek esetében, a piros paprikát is. Már megpróbálom egyébként itt megfelelően eloszlatni, tehát nem egy kupacba ráönteni. Aztán következik a majoranna. Nagyon jó. És amit fontos megjegyeznem, hogy ez szintén az én rigójám, mondjuk így, hogyha szabad így fogalmazni, a sót és a borsót én a tepsin szoktam rászólni, sokkal jobban koordinálható, legalábbis nekem, én úgy érzem. Természetesen a kezemet megmostam. Alaposan átkeverjük, hogy mindenhova kerüljön fűszer, illetve kellően olajos legyen az összes zöldségünk, és hogyha ezzel készen vagyunk, akkor mehet a tepsire, aztán tovább folytatjuk magát a fűszerezést, pontosabban ízesítjük sóval és borssal. Hogyha esetleg még úgy látjuk majd, hogy hiányzik egy-egy fűszer, akkor, vagy nem elégséges, akkor még azt is pótoljuk. Mielőtt még a zöldséget belöntöm a tepsibe, hadd mondjam el a tepsi kiválasztásának a szempontjait. Nagyon fontos az, hogy akkor legyen a felülete magának a tepsinek, hogy kényelmesen elférjen rajta egy sorba az összes zöldség. Jó? Tehát ne legyen több rétegben zöldség, ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik pedig, hogy a falvastagsága minél kisebb legyen. A lényeg az, hogy ha nagy a falvastagsága a tepsinek, akkor ugyan meg fog puhulni benne a zöldség, tehát ehető lesz benne, de nehezen fog megpirulni. Jó? Tehát ez a probléma. Így viszont elő fogjuk tudni segíteni, hogy ne csak főtt legyen a zöldség, hanem sült is legyen. Jó, mehet bele a zöldség, egyszerűen csak bele kell önteni. Így, belecsepegtetjük az utolsó kis csepp olajat is, ahogy lehet, és utána eloszlatjuk. Törekedjünk arra, hogy minél kevesebbet érintkezzen egy-egy zöldség egymással. Most következik a borsozás és a sózása a zöldségeknek. Először jön a bors. Én szeretem egyébként, hogyha egy kicsit borsosabb, de természetesen ízlés kérdése, hogy mennyit teszel rá. Úgy, ez megvan, és akkor a só. Ne felejtsük el, hogy burgonyával dolgozunk, a burgonya az pedig szereti a sót, tehát rakhatunk rá nyugodtan, majd megkeverjük. Nagyon fontos kitérni a sütési időre, mielőtt még betenném a sütőbe a zöldségköretünket, ugyanis nem lehet meghatározni, vagy én nem tudom előre most meghatározni, vagy megmondani, hogy mennyit kell eltölteni a sütőben ahhoz, hogy kész legyen. Egy, ami biztos, és én mindig így járok el, hogy először 20 percre bedobom, időzítőt ugye beállítom, és akkor lecsekkolom. Az egyébként az eseteknek a nagy részében az fél út szokott lenni, a 20 perc, de ugye ez függ a krumplinak a vizességétől, hogy idősebb volt a krumpli, vagy fiatalabb volt, akkor az összes többi zöldség esetében is ugyanez fennáll, milyen vastagon szeleteltük fel, tehát egy csomó minden az, ami ezt meghatározza, vagy ezt befolyásolja, úgyhogy 20 percre bemegy, aztán akkor szoktam még megforgatni is, tehát akkor szépen átforgatom az egészet, illetve szoktam ellenőrizni azt, hogy az ilyen kisebb hagymadarabok, mint mondjuk ez is, mennyire pirulnak. Nem szeretem, hogyha feketére ég, egy-két perc alatt ezeket ki lehet szedegetni, amikor megforgatjuk, akkor úgy is látjuk, hogy melyik az, ami már egy kicsit pirul, és akkor azt a végén vissza szoktam egyébként tenni, hogy újra átmelegedjen a haverjaival, és akkor lehet tálalni. Eltelt az első 20 perc, kivettem direkt megmutatni, nem szoktam kivenni ilyenkor, hanem a sütőbe úgy lehet megkeverem. Az eredmény az az, hogy összesültek egy picit a zöldségek. Meg fogom nézni, hogy mennyire puhult meg a krumpli. Nem baj egyébként, ha itt látod, hogy el van törve. Ez a törött része, tehát ez a keresztmetszet, ahol eltört a krumpli. Ott nagyon finom ropogósra fog majd sülni.
Azért nem mondom, hogy most minden egyes darabot el kell törni, de ha így történt, ezzel nem lesz probléma. De megnézem azt, hogy mennyire puha. Ez most egy paszternák. Puhul, de még ez nem jó. A krumpli is meglepően puha. Egyébként 20 perc után. Az arra majd figyelni kell, illetve pontosabban majd az időt úgy kell beállítani, hogy most már a paszternák élvezi az elsőbséget ezen teszt alapján. A répa az puhul, az is hasonlóan az jó. Krumpli darabkát lecsippentek így. És megnézem, hogy hát ez éppen itt most sótlan volt. Úgyhogy megnézek még egy darabot. Erre picit még rásózunk. És én azt mondom, hogy egy újabb 20 percre be fogjuk tenni a sütőbe, viszont nagyon fontos, hogy most már a hőmérsékletet emeljük. Tehát egy 200-210 fokra én föl fogom emelni, hogy elkezdjen pirulni. Tehát most már kellően puha minden. Még azt mondom, hogy a paszternák és a répa az res, a burgonya szinte már majdnem készen van, de hogy kezdjenek el pirulni, mert látható, hogy még annyira nem pirultak, csak főttek, és most fogjuk pirítani. Elkészültünk a körettel. Gyönyörű szépen néz ki szerintem. Megnézzük, hogy mennyire puhult meg. Nagyon jó. És akkor most van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy a zöldség az puha. Látod, nagyon szépen átmegy rajta a villa. És most lehet eldönteni azt, hogy mennyire szereted pirultan. Jó, én azt gondolom, hogy ez már egyébként kellően megsült. Fogyasztásra alkalmas. Viszont, ha jobban szereted pirultan, akkor érdemes egy picit megforgatni, mint ahogy azt most én teszem. Grillre érdemes visszatenni. Én azt mondom, hogy sütni hagyományos módon már nem érdemes, mert akkor túl fog menni a zöldség, úgy értve, hogy teljesen szét fog esni. Én azt gondolom, hogy most már fogyasztásra így alkalmas. Ha elkészíted, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Találkozunk a következő filmben is majd. Sziasztok!